Az imásfél gondolata régen foglalkoztatta a medinai polgármestert, mert szükségesnek érezte, hogy ilyen eszközökkel is bemutathassa a falu nevezetességeit, szépségeit, értékeit. Ez egy hatalmas alkotás, és bélséges büszkeség tölti el az ember, és én innen is üzenem minden medinai, hogy legyen büszke arra, hogy vidéken él, legyen büszke arra, hogy medinai. Nagyon ritkán fedezett fel, él az ember 50 évet, és elmegy olyan dolgok, mert minden nap, amit nem fedez fel, anya automatikusan válik egy fa, egy ember, egy újságáros, egy kút például, és ebből a szemszögből az ember meglátja, az így, ez is van. Közismert, hogy ebben a faluban majd mindenki ért valamilyen hangszer megszólaltatásához. De Medina nem csak a zenekarai büszke, hanem az itt élő képzőművészekre, hangszerkészítőkre is. A medinaiak a mezőgazdaságban, a szőlészetben, a vadászatban is jeleskednek. Ha csak egy pillanatra is, de ezt mind meg akarták mutatni ebben a filmben. Tehát az, amit a szív meg a lélek, hogy egyszer az ember látja lelkileg, hogy milyen gyönyörű ez a falu, és ugye a zene az a szívhez szól legjobban, és az oda teszi. Tehát ennyi jelentősége van a zenének is. Sűrű sötét felhők vándorolnak az égen. Maradásom nincs ezen a vidéken. Az van írva fel a vándor felhőkre. Szeretteleg, babám, el kell válnunk örökre. A 900-as és az 50-es évek között 5 zenekar működött Medinán. Ebből 4 cigány zenekar volt, egy pedig szerb. Ma is 5 aktív zenekar tartanak számon, amiből az egyik hamarosan a 60 éves együttállását ünnepli. A Tambura zenekarnak az utolsó CD anyagáról választottunk egy dalt, a Sűrű Sötét Felhők Vándorolnak az Égen című dalt. Én arra gondolok, hogy nem is volt ezen így utólag vita, hogyha visszagondolok rá, mert mindegyünknek az egyik kedvenc dallama, hogyha amelyik így önállóan megállja magát, és egy olyan hangulatot hoz, ami szerintem elmélyült érzéseket takar, hogyha végighallgatja az ember ezt a dalt, nyilván a filmben nem teljesen ért végig, de azt mondom, hogy a legjobban odaillő a kedvenceink közül. Unoka testvérem Vén Attila, aki játszik benne, édesapám a primtamburás, unoka bátyám Zanán a másik primtamburás, és Talpi bácsi, aki mindenki Talpi bácsija, pedig a bőgős, ő nem rokon, viszont választott rokon. Köszönet, igen. Falu bereinknek is így üzenem nekik, hogy köszönjük. És én gondolom, hogy lesz ennek folytatása, mert még egy szívem álma, hogy amit mondtam is, hogy az itt élő zenészek, az a több zenészeknek az életét föl kéne gyűjteni. Dávid elmondta, nagyon büszke rá, hogy a családi tanyájukon forgatták ezt a jelenetet. Egy bogrács étel mellett zenéltünk igazából. Az új dolog az csak a kamera volt, amúgy ez nálunk mindig ez a környezet, ez a közeg. Úgyhogy otthonosan mozogtunk benne. Maga a forgatás, azt nagyon-nagyon élveztem. Szóval én most itt dicsérni tudom a kameramaneket, mert olyan pózokat tudnak fölvenni, hogy az ember csak úgy pirálkol, hogy aztán alulról, fölül, oldalról. Nekünk nagy megtiszteltetés volt, hogy egyáltalán részt vehettünk ebben az egész projektben. Én mindig is szerettem volna valami olyan maradandót, vagy nem is alkotni, mert nem mi alkottuk, csak maradandóban részt venni, ugye a könnyebb részét elvállalni a dolognak, amit, hogyha tényleg évtizedek múlva megnézünk, akkor büszkék lehetünk rá. Aki megnézi Medinaként a filmet, az legyen rá büszke, hogy egy ilyen szép település, ilyen szép adott környezetben lehetünk. Aki meg először látja és ide szeretne jönni, az meg nagyon szeretettel várjuk, hogy ismerje meg a falunknak ezt a fajta lelkületét is. A medinaiak életét bemutató film Vida Tünde egykori kolléganőnk és operatőr kollégája Babai István munkáját dicséri.